No, tehát itt az éretlen fügének a szárazodó, zöld éretlen fügének a termése van a kezemben, és hogy kinyitom, az első szag, ami megcsap, az egy erős, nagyon erős szag, és a füges szag mellett egy olyan szag, ami ismerős. És spanyol szag. És ez a szag, ez nem más, rájöttem, mint a saláta tövének van ilyen szaga, ahol már keseredik a saláta egy picit. Úgyhogy valószínűleg, hogyha az ember például el akarja kerülni a salátafogyasztást, mert ugye nem akarja, hogy a saláta ugye az egyik legfertőzőbb növény, tehát a dzsárdiától elkezdve a lambliózis, ugye ami ugyanaz, vagy az összes többi mindenféle paraziták a tövén megteremnek, és baktériumok, vérhas, kolera, akármi, hogyha ezeket el akarja kerülni, akkor mondjuk termesztett fügét és a zöld fügét megeszi. És akkor abban lehet ugyanolyan hatóanyag, ilyen tuningoló és egészséges hatóanyag, mint a salátának a tövébe. És ugyanakkor, ami még érdekes a fügével kapcsolatban, nem tudom, azt már elmondtam el a diktafonra, hogy tulajdonképpen a szárában viszont teljesen más szag van. És ugye ne feledkezzünk el, még a leveléből kifolyó fehér tejnedről is, de a szárának olyan szaga van, mint a friss, a frissen gyúrt ilyen laskatésztának. Tehát olyan lisztes, tojásos szaga van, és nagyon kellemes, tehát valami hihetetlen üdítő szaga van. És ugye itt most érdemes megemlíteni azt, hogy amikor az ember a fát vágja, például a cserfát, annak is nagyon jó szaga van, tehát nagyon sok fának a törzse is gyógynövényként szerepelhet. Tehát függ egyenlő saláta körülbelül.